Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Útjára indítunk egy több alkalmas videósorozatot, melynek az adherencia fejlesztés lesz a fókuszában. Mit is jelent az, hogy adherencia fejlesztés, és hogyan tudunk a gyógyszertárban vény nélküli készítményt kérni gyógyszerészünktől? Erről kérdeztük dr. Somogyi Orsolyát, a Magyar Gyógyszerészi Kamara országos titkárát. A recept nélkül megvásárolható gyógyszerkészítményeknél az a helyzet, hogy a beteg önmaga döntheti el, hogy mikor fordul segítséghez, mikor jön be a gyógyszertárba, illetve hogy milyen gyógyszerkészítményt szeretne vásárolni. Van is erre egy szakkifejezés, azt használjuk, hogy öngyógyszerelés, de mégis én úgy gondolom, hogy ez néha megtévesztő lehet, akár a beteg, akár a szakember számára. Ugyanis ezekben az esetekben is, bár ilyenkor a beteg első kézből érzi azt, hogy neki nagyon nagy felelőssége van ugye a saját öngyógyításában, mégis ezekben az esetekben is kifejezetten szükség lenne arra, hogy szakemberekhez forduljanak a kérdéseikkel, illetve a felvetődő problémáikkal. Ezzel én úgy gondolom, hogy jelentősen meg lehetne akadályozni azt, hogy ezeket a gyógyszerkészítményeket túlfogyasszák a társadalomban. Nem futunk rögtön orvoshoz, nem keressük fel a házi orvosunkat, kezelő orvosunkat kisebb problémákkal. Talán így is lehet megfogni ezt a dolgot, hogy amikor viszonylag kisebb problémák vetődnek fel, akkor első körben tökéletes egészségügyi szolgáltató, illetve egészségügyi intézmény a gyógyszertár és a gyógyszertárban dolgozó egészségügyi dolgozók, akár ugye az segítségünkre, a gyógyszerészek segítségére lévő expediáló szakasszisztensek, vagy mi magunk gyógyszerészek. Tehát mi egyrészt ugye kisebb alapvető problémák kezelésében tudunk segítséget nyújtani, lássuk ugye a recept nélküli gyógyszerek kiadásával és megfelelő alkalmazásával, és alapvető tanácsokat is tudunk adni, de ha szükséges, akkor azt is fel tudjuk mérni, hogy a beteget tovább kell irányítani kezelőorvoshoz, háziorvoshoz, és egy megfelelő iránymutatást is tudunk nekik adni. Nyilvánvaló a kamarában az lehet az elsődleges szerepünk, hogy egy picit érzékenyítsük a lakosságot abba az irányba, hogyha ilyen alapvető kisebb problémáik, egészségügyi problémáik vetődnek fel, akkor bátran forduljanak a gyógyszertárakban dolgozó szakemberekhez, bátran forduljanak a gyógyszerészükhöz, és ne csak egy előre kiválasztott készítményért ugorjanak be a patikába, hanem ha már bejönnek a patikába, akkor szánjanak 3-5 percet arra, hogy egy picit részletesebben megbeszélhessük az ő problémáikat. Tényleg 5 alapvető kérdés körüljárásával egy megfelelő célirányos terápiát tudunk javasolni, akár recept nélkül is. Alapvetően van 5 olyan kérdés, amelyet érdemes körüljárnunk, miközben egy beteg betér a gyógyszertárba, és egy recept nélküli gyógyszerkészítményt szeretne vásárolni. Gyakran azt tapasztaljuk, hogy tényleg már egy önálló döntés, netántán a reklámok vagy a szomszéd javaslata alapján, ő egy konkrét önálló döntéssel érkezik a gyógyszertárba tényleg, hogy mit szeretne megvásárolni, de talán célra vezetőbb lenne az, hogy mielőtt még megvásárol egy készítményt, tudjunk vele részletesebben konzultálni. Na ez a részletesség azért nem annyira nagyon részletes, hogy ott kelljen órákat tölteni a patikában, tényleg 5 alapvető kérdést kell körüljárni. Ezek közül az első és legfontosabb, ami érdekel minket, hogy pontosan kinek lesz a gyógyszer. Sok esetben gondoljunk bele, betér valaki egy gyógyszerért, és ki se derül, hogy most felnőttnek, gyereknek, esetleg idősebb korosztálynak van szüksége erre a gyógyszerkészítményre, magának vásárolja az illető, vagy akár a családtagjának vásárolja az illető. A második nagyon fontos kérdés nyilván a tünetekre vonatkozik, de nem elegendő sokszor ugye az alapvető tünetet elmondani, egy picit részletesebben körül lehetne írni azt, hogy milyen régóta állnak fenn a panaszok, milyen súlyosságúak, intenzitásúak ezek a panaszok. Számunkra, szakemberek számára azért ez nagy segítséget jelenthet egy megfelelő gyógyszerkészítmény kiválasztásában. Nagyon fontos, és ugye visszautalnék esetleg a túlfogyasztás kérdésére is, a harmadik kérdés, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy egyáltalán szükséges-e valamit vásárolni. Mert ilyenkor ugye alapvető, hogy például a házi patikában is lehet otthon olyan készítmény, ami megfelelő lehet a tünetek kezelésére, és akkor, hogyha ezt kiderül, hogy van otthon a problémákra megfelelő gyógyszer, akkor teljesen felesleges, indokolatlan újabbnál újabb gyógyszerkészítményeket felhalmozni a házi patikában.
És ebben az esetben egyébként megelőzzük azokat a problémákat is, hogy sokszor sokféle készítményben ugyanolyan hatóanyag található, hogy ezek a hatóanyagok ugye otthon felhalmozódjanak, ez ugye egy túladagolási kockázatot is jelenthet. Mindemellett pedig azért még van további két fontos kérdés, ezek már jóval szakmai jellegű kérdések. Ha bárki bármilyen gyógyszerkészítményt folyamatosan szed fennálló hosszú távú betegségére, akkor ezekről mindig tájékoztassa a gyógyszerészt, mert ennek megfelelően kell recept nélküli gyógyszerkészítményt választanunk. Ilyenkor szeretnénk elkerülni az úgynevezett nem kívánt kölcsönhatásokat, ami mondjuk a két gyógyszer között ugye felléphet. Illetve természetes, hogyha valakinek gyógyszerérzékenysége van, legyen ez hatóanyagra, vagy éppen valamilyen összetevőjére egy adott gyógyszerkészítménynek, akkor ezt mindenféleképpen jelezze a gyógyszertárban, mert természetesen segítséget tudunk nyújtani abba, hogy olyan hatóanyagú vagy olyan összetételű készítményt válasszunk, amit ő biztonságosan tud alkalmazni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha lejárt egy gyógyszerkészítmény, az ugye felhasználásra alkalmatlanná válik. Ilyenkor egyébként vannak speciális gyógyszerhulladékgyűjtők a gyógyszertárakba. Gyakorlatilag bármelyik gyógyszertárba vissza lehet vinni ezeket a lejárt, már fel nem használt készítményeket, de ez nem a probléma megoldása. Tehát a probléma megoldása ott rejlik, onnan kell elindulnunk, hogy gyakorlatilag csak olyan gyógyszerkészítmény kerüljön megvásárolásra, amely ténylegesen felhasznál. Kerül. Itt pedig ugye a kettő dolog összefügg, tehát azt fogja felhasználni a vásárlónk, azt fogja felhasználni a betegünk, ami valóban hatékony számára. És ugye egy önálló döntés alapján, hiába öngyógyszerelésről beszélünk, nem biztos, hogy tényleg célra vezető terápiát talál magának a beteg, ezért fontos szakember segítségét kérni, mert annál nagyobb a valószínűsége, hogy akár elsőre is megtalálunk egy olyan célra vezető terápiát, egy olyan gyógyszerkészítményt, amely nagyon rövid idő alatt orvosolja az ő problémáit. Talán a fogyasztói társadalom, illetve a betegek körében még mindig nem teljesen kristálytiszta, hogy vannak tényleg gyógyszernek minősített termékek, és vannak ugye úgy szoktam megfogalmazni, hogy gyógyszernek látszó készítmények. Ezek az esetek többségében tényleg étrendkiegészítő kategóriába sorolt készítmények, és sajnos az étrendkiegészítő termékek esetében még jellemzőbb az, hogy önállóan próbálnak információkhoz jutni a betegek, illetve hát azok, akik tenni szeretnének az egészségükért, mert sokszor ezek a készítmények nem is ugye problémák kezelésére alkalmazhatóak, hanem arra, hogy az egészségüket megőrizzék ugye a fogyasztók, illetve hát ugye a lakosság. Ebben az esetben is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó szintér a gyógyszertár az étrendkiegészítő készítmények megvásárlására, plusz a termékekhez kapcsolt információnak tulajdonképpen a megértésére, mert azt a fajta szakmai tudást, amit egy étrendkiegészítő szedésével kapcsolatban is ismernie kell a fogyasztónak, azt talán merem állítani, hogy egyedül a patikákban lehet ugye szakemberektől megkapni, illetve akár szakemberek által működtetett online felületeken, tehát hogyha online tájékozódunk az étrendkiegészítőkről, akkor is legyen szempont az, hogy konkrétan ki, vagy egy milyen intézményvállalkozás áll ugye az adott weboldal, honlap, vagy ugye az adott online fórumnak a hátterében. Tehát ezeknél a készítményeknél is nagyon fontos, hogy ugyanúgy megvannak a biztonságos és a helyes alkalmazáshoz kapcsolódó javaslatok, ezeket pedig én úgy gondolom, hogy elsősorban a gyógyszertárban dolgozó szakemberek és gyógyszerészek tudják átadni a lakosságnak, illetve a társadalomnak, nem beszélve arról a lehetőségről, hogy a gyógyszertárak jelentős része kapcsolódott az úgynevezett biztonságos étrendkiegészítő programhoz, tehát mind a mellett, hogy mi szakmailag segítséget nyújtunk a helyes alkalmazásban, az is biztosított, hogy a gyógyszertárakban megfelelő minőségű termékekhez tudnak jutni a fogyasztók, a vásárlók.